A tíz éves ármin csak nem egy éve raboskodik szöges kerítések és fegyveres őrök között a magyar-szerb határon fekvő tranzit tranzitzónában. Az ideérkezése óta eltelt 11 hónapról édesapja Abuzár Szoltáni készített mobiltelefonnal egy kisfilmet, amelyet a verzió dokumentumfilmfesztiválon mutattak be először Magyarországon. Armin és édesapja három és fél évvel ezelőtt menekültek el Iránból. Először Bulgáriába érkeztek, innen egy szerb menekült táborba, majd végül a röszkei tranzit és beadták menedékkérelmüket. A magyar hatóságok azonban ezt elutasították, mondván Szerbiából érkeztek, amely biztonságos ország, ezért oda akarták visszaküldeni őket. Szerbia kifejezetten megtagadta a visszavételüket, ahogy egyébként minden elutasított menedékkérőnél ez a helyzet. Úgyhogy nyilvánvalóvá vált, hogy nem lehet őket kiutasítani, illetve visszaküldeni Szerbiába, úgyhogy ezután egy egyszerű papírmunkával átírták a kiutasítás célországát Iránra. Csak hogy Ármin és édesapja még Bulgáriában áttért a keresztény hitre. A muzulmán államvallású Iránban azonban halálbüntetéssel sújtják azokat, akik elhagyják hitüket. A családot képviselő ügyvéd ezért bízik abban, hogy a hatóságok felülbírálják eddigi döntésüket. Magyarországon egy kiemelt kormányzati államtitkárság szintjén védik a, az üldözött keresztényeket. És ez az államtitkárság, ez több hasonló, az ő ügyükhöz hasonló ügyben ö, jár el szakhatóságként, és adott már olyan szakhatósági véleményt, amit a menekültügyi hatóság figyelembe vett. Ármin és édesapja ügyében több eljárást indított védőjük. Ezekben eddig két olyan bírósági ítélet született, amelyek megtiltják a család iránba küldését az összes eljárás lezárulta előtt. És bíznak egy olyan ítéletben is, amely az ügyek végéig lehetővé tenni, hogy a család a tranzitzónán kívül várja meg esetük elbírálását. De nem engedik ki őket.